következzen egy érdekes dolog, amit én úgy gondoltam, hogy beleillik ebbe a műsorba, mert igaz, hogy technológiai jellegű dologról van szó, de mégis varázslatos. Tehát engem elbűvölt a dolog, és úgy döntöttem, hogy megtanítalak benneteket is erre. Ha van okostelefon a közelben, akkor vegyétek elő. Ha van olló, van vonalzó, van ceruzatoll, és ez nem biztos, hogy lesz, de hogyha van ilyen vagy CD-tok, vagy átlátszó, ilyen keményebb műanyag fóliaszerűség, azt is vegyétek elő, és nézzétek meg, hogy milyen csodát lehet ezzel csinálni, és egy okostelefon segítségével. Amit itt láttok, az nem kameratrükk, nem is valami programmal kreált dolog, hanem valóban az, aminek látszik, az iPhone-ommal hologramot készítettem egy kis kütyű segítségével. Tulajdonképpen élőben sokkal jobban néz ki, mint így a videón keresztül, de azért gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy hogy kell ezt megcsinálni, mert szerintem fantasztikus. Aki akarja, iPad-del vagy táblagéppel is megcsinálhatja, tulajdonképpen a következőt kell tenni. Először is, látjátok, felgyorsított felvételen lehet látni, hogy mit produkáltam, egy ilyen trapéz alakzatot csinálok, fölül 1 cm, alul 6 cm, a magasság 3,5 cm kell, hogy legyen, ezt így jó erős filctollal kell megtenni. Ezután elő kell venni egy ilyen áttetsző, keményebb, fóliaszerű valamit, ezt bármilyen kreatív hobbiboltban, papírírószerboltban lehet kapni, és tulajdonképpen megint felgyorsítva rámásolom egy filctollal ezt a trapéz alakzatot tulajdonképpen négyszer egymás után. Ugye azért jó, mert ez a filctoll ez kézzel letörölhető róla. Itt látjátok, már kézzel rajzoltam, nem is vonalzóval, nehogy véletlenül letöröljem. Majd ollóval ki tudtam vágni. Régi, nem használt CD-tokból is meg lehet ezt csinálni, csak a ollóval kicsit nehezebb vágni. Hogyha van ilyen fólia, akkor ez sokkal kényelmesebb, csak viszonylag kemény legyen, tehát ne legyen ilyen lekonyulós, ilyen, mint egy celofán, tehát annál erősebb kell, hogy legyen. Ha ezzel megvagyunk, ragasztó szallaggal vagy celluxszal szépen egymáshoz kell őket ragasztani, így az oldalukat. A tetejét, az 1 centit illesszétek inkább össze, ne az alját, mert az teljesen mindegy végül is, hogy passzol-e vagy nem, az 1 centis kis lukot középen az kell, hogy passzoljon. Az a fontos, ugyanis az fog a telefonunkon állni. És a következő képpen néz ki a dolog, miután elkészül. Tehát egy ilyen szép kis piramis, aminek a teteje le van csapva, és ezután el kell indítani, a leírásban megtaláljátok azt a YouTube videót, amit el kell indítani, az X-re ráhelyezzük szépen ezt a kis eszközt, majd miután elindítjuk a videót, ahogy látjátok, elindítom a videót, tulajdonképpen meg is történik a csoda, és hologramot vetít az iPhone-unk. Hát nagyon remélem, hogy tetszett ez a kis demonstráció, és el fogjátok ti is készíteni ezt a kis kütyüt.
jó szórakozást kívánok hozzá. A videót, amit lejátszok ezen a telefonon, azt a leírásban megtaláljátok, nyugodtan használjátok fel.